Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, augusztus 18-án. A hold a mai napon az Aslésa holdházban van. Ez azt közli velünk, ma van egy belső változás. Merkur bolygó és egy visszatekintő Szaturnusz bolygó egy úgynevezett quincunx kapcsolatban áll. Én ezt gyakran említettem példaként, képzeljétek el, van előttetek egy inga, és én megkérdezném, mondjátok meg, melyik irányba fordul ki. És mi a válasz? Nem tudom. Fogalmam sincs. Talán jobbra, talán balra, az is lehet, hogy ki sem mozdul. Pontosan ez érezhető ennél a quincunx kapcsolatnál. És mi a téma? Merkur bolygó jelenti a kommunikációt, tehát nem tudjuk, hogy mi a válasz, nem tudjuk, mit kellene közölni másokkal. Viszont Merkur bolygó az mutat a gyermekkorra is, az ifjúságra, és mivel Szaturnusz bolygó visszatekintő, mi visszatekintünk a múltba, és itt vannak még emlékek, ha ezek az emlékek szomorúságot váltanak ki bennünk, akkor zárjuk ezt le. A Mars bolygó és a nap között van egy úgynevezett trigón kapcsolat. Ez szerencsét hoz, ez nagyon jó. Érezzük az erőnket, és tettekre vagyunk képesek. Mivel a Mars bolygó a férfiakat szimbolizálja, és a nap nem csak az életerőt mutatja, hanem a valóságot. Kiderül az igazság, és a férfiak ezt látják, és pontosan oda néznek. Az Uránusz bolygó és Vénusz bolygó között lesz hamarosan egy kapcsolat, ez is szerencsét hoz, és milyen területen? Vénusz bolygónál természetesen itt szerelmi témákról van szó, és Uránusz bolygó hozza a változásokat, mivel Uránusz bolygó is visszatekintő, ez a múlttal áll összefüggésben, vagy valaki jelentkezik a múltból, ezáltal változik valami a párkapcsolat területén. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, augusztus 18-án. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!